Szevasztok, én Dezső Bencek, és elkezdtük a legújabb napi vlogomhoz, itt van velem Csongi! Hello! És ebben a videóban Bájt elhozott minket valami nagyon menő archoz, aki coachingolni fog na minket. Na jó, figyelj, állj, Bence! Egy dolgot kértem tőled, hogy tehát ez, ne szórakozzál már ezzel kapcsolatban. Elhoztalak az Attila, a bocs, Gidó, figyelj, csak bocs, a Gidó, hogy dolgozom. Figyelj, a Gidófalvi Attila mindenből gyakorlatilag pénzt csinált. Amilyen üzletbe belefogott, az jól sikerült. Szépen kérlek, komolyra vegyük ezt az egészet, komolyan jó? Ez nem játék. De én meg ebből csinálok pénzt. Jó. De figyelj, figyeljetek, szerintem érdekes. Itt vagyunk. Aha. Nézd csak azt a kaput. Ez lesz az. Ez egy tök aha. Normális kapu. Na jó. Hagyományos, igen. A Strátugán. Hát most már ugye picit komolyan adjatok már meg. Ah, túlják, komolyan, mind a ketten, srácok, ezért jöttünk amúgy, ide. Azt tudod, hogy ezek a túlják, hogy 20 évig nőnek. Aha, fekete merci be van állítva. Vörös szőnyeg. Vegyük el a kamerát, vlogoljuk, ha nincs itt. Nyomjuk már, menjünk be. Szálljunk ki. De én vlogolok, esküszöm, mindjárt belekezdek. Hát hiszen... Tök érdekes szerint. Na, srácok, légy szíves, tényleg, elég most már. Menjek a kamerám. Jó napot! Megkoztuk a tyúkot! Bence! Jó, van. Ezt kértem, hogy ezt ne! Ezt majd elvihetem vezetni? Tudja, hogy itt van el. Csongi! Azt elvihetem? Srácok! Légy szíves, most már nyugi, jó? Onnan lehet tudni, hogy valami nagyon komoly ember ez jött, hogy három garázs kapu van. Ezt érdemes megfigyelni. Haló! Figyelj, hogy szerintem eleve az gáz, hallod, az hogy bejöttünk. Jó, de milyen... Megmerjétek nyomni? Nyom meg, hagyd Jogi. Jogika, ne szórakozzatok, mert most... légy szíves, menjünk tovább. Menjünk, hogy eleve, gyere meg. Ez nem hallod? Te voltál. Komolyan így nem, mindegy. Mindegy. Most így muszáj így kezdeni? Fejezzétek már be. Hát felmegy, de fejezzétek már be, király, menjünk már vissza. Csongi, légy szíves, nem fog bemenni, Bálint. Ez mondom egy izének, egy ismeretlenek, nem megyek be a házába. Cipőt, hogyha bár légy szíves a cipődet. Andreas? Ja, te mit csinálsz? Rebeka, itt vagyunk. Rebeka itt van? Itt vagyunk, ja, igen. Most komoly? Sziasztok, végre megjöttetek. De... Tomi, fejezd meg, mit csinálsz itt? Az szép gyerek. Hogy kerültek ide? Hát olyan lelkesen mondtátok, hogy jövünk, hogy... Hát már otthon mondtam, hogy jövök dolgozni, de nem gondoltam, hogy te ide jössz, amikor otthonra elmész. Dominik, fejezd már be, itt vagyunk. Hogy a gyerek meg Békés Csabáról, érted? Jöttünk valami coachingra. Nem baj, de jöttünk valami coachingra, mert Bálint elhozott, hogy tanuljunk valamit. És akkor melom, csak az meg a másik fele. De hol az Attila, figyeljetek! Itt van valahol. Csak ide, egy 10 perc van, kész van a... Attila! Sziasztok! Hello! Dezső Bence! Sziasztok! Gyertél volna hamarabb is, itt ülnek egy órájon. Ne haragudj! Te sarad! Kezdhetünk, srácok, menjünk. Mert nekem az időpénz, oké? Okay? Jó, bocsánat. Dominik, miért nem? Öltöz már rá! Csözd meg! Hallod, hamarabb kellett volna jönni. Ne haragudj, Attila, tényleg, hogy most már így is itt van egy órája. Nem vállalhatsz videkért felelősséget. Jó, alapvetően egyébként azért jöttünk el hozzád, azért hívtalak föl, mert a két sráccal, a Csongi is, meg a Bence is, gyakorlatilag az együttműködések és az üzleti élethez hát vannak nézeteltéréseink, és azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha pár dolgot tőled vennének komolyan, mert én hiába mondom nekik, hogyan kell dolgokat csinálni, hogyan érdemes építeni magukat, nem sikerül. Fiatalok, tapasztalatlanok, na figyeljetek srácok, én 60 éves vagyok, és egy kérdésem van hozzátok. Van-e álomkönyvetek? Van egy ilyen könyvetek, mint nekem. Ezt 1994-ben fogalmazta meg a feleségem és én. És beleírtuk azt, hogy mit szeretnénk elérni az életbe, utazásokat, hogy nézzen ki a lakás. Csongi, ezt jegyzeteled akkor? 1994. Nem, csak játszom, bocs. Ne szórakozzál! Most miért éppen itt a számla játszol a telefonóta? Ez a kérdésem, van-e nektek ilyen? Vagy csak úgy éltek a világban? Most válaszoljuk. Hát én a videóötleteket leszoktam jegyzetbe írni, de úgy nem. Jó, de mi a célod az életben? Csongi, segítsél ki, ne csak én. Most mondjad. Hát most tőled nem. Kérdeztem például. Neked személy szerint hova akarsz eljutni 5 év múlva? Hol szeretnél tartani az életeddel?
kérdés. Félmeztelen barátunk. Én már lassan szeretnék családot és egy szép házat. Na hát ott ezért hoztam el, össze-vissza. De mit jelent ez, hogy lassan? Hát szépen lassan így. Van kivel egyáltalán, csajodban? Alany van hozzá? Van. Mindig, az mindig van, igen. Kell, hogy legyen egy terved. Terv nélkül semmi nem fog menni. Erről beszélek minden nap. Terved. Össze-vissza vagytok a levegőbe. Hiába ezt mondom nekik. Terved. Írjuk le, gyerünk előre. Nekem nem hisztek. Majd most neki remélem. Figyelj, minden, amit láttál, a kocsik, a lakás, és még nem láttad, semmit nem láttál, csak egy felszínt, minden így indult egy tervvel. Egyes leckéből megbuktatok. Kettes. Van-e mentorotok? A mentor fogalma, elmondom, az, akire bármit mond neked, beugrasz a kútba. Dominik! Dominik, állj már meg! Figyelj majd ide! Dominik, légy szíves, menj le! Igen, komoly munka. Dominik, menj már le, légy szíves! Vagy később fotózol. Bocsánat, tényleg. Dominik, menj le, légy szíves, most! Csak itt használtam, Attila. Dominik! Azt csinálsz, amit akarsz, hogy bele ne ugyasz. Menj már le! A fogoszt mondnák, hogy iratkozzanak. Császok! Most komolyan. De bele ne pisi, komolyan! Van-e arra, mert már megint. Na, meg. Mentor az, aki azt mondja, hogy ugorja vízbe, nem azt kérdezett, hogy miért, hanem azt, hogy hányszor. Nekem alapelvem az, hogy én mindig csak olyan emberekre hallgattam, akik ott tartottak, ahova én tartani akartam. Bocsi, srác, a telefon. Csak felnyíltam. Szia, Gabikám, mi a pálya? Nagyon fontos. Rúgasz ki, elfoglalt vagyok. Halaszthatatlan? Na oké, egy 10 perc múlva vagyok. Viszem egy haveromat is, jó? Jó srác. Nyugodtan beszélsz előtte. Oké, na csocsi, akkor egy 10 perc múlva vagyok. Szia. Na srácok, coachingolást egy időre hagyjuk abba, addig gondolkozzatok azon a dolgon, amit kérdeztem. Eljössz velem? El. Oké. Jó. Na addig esetleg nézzétek át ezt a könyvet. Normálisan, amíg nem vagyunk itt, légy szíves, jó? Állnak benne azért a matchboxok, tehát azokban nincsen gond, ahogy látom. Igen. Egyáltalán nincsenek gondok. Ott is áll egy valami, amit el is fogunk vinni. Hát tudod mit? Én nem leszek semmi rossznak az elrontójat. Egyrészt te vezeted, ha meghúzod, utólag kiderül, hogy vezettük, én nem voltam itt. Vállalok mindenért mindent. Persze. Nyugodj meg. De amikor véletlen a festék lejön és a Mercit oda kell cserébe ad. Meg lesz, de tudod, hogy sok kocsit vezettem. Már nyitom közben a izét is. Rendben. Garázs, nem tudom melyik gombat. Hát az jó. Teljesen haver. Mit szólsz, van olyan hangja, mint a tiédnek? Hát szerintem lehet egy kicsit hangosabb lesz. Azért van. Na azt mondom, garázs nyitva van. Teljesen őrült vagy, ez ki fog derülni, közben Attila megöl minket, érted? Hát csak nem. Ide jövök, ilyen még életemben nem volt, ide jövök, dolgozom, érted? Megbeszélésem van, coachingolnak engem, és azt az embert, akitől tanácsot kértünk, az most így konkrétan meg fog ölni minket, mert hogy a Ferrari-et elvittük. Ezt így, ó Isten. Azzal is megelégednék, hogyha térnénk egyet az udvaron. Jó, azért most egy kicsit koncentrálok, jó, nem szeretnék azért tényleg neki bajt, de... Már látom a lányokat. Hallom? Hú, ez nagyon durva! Esküszöm, le fogok innen. Mindenekkorom be, nem tudom micsoda. Menj be! Karola, gyere, csináljunk. Csajuk! Halakad, de nagyon meleg van, úgyhogy wow. Mondja, amit a legérdekesebb választottál. Van egy a cápáknál? A cápák? Tehát cápa? Meglepőd. Megnézzük meg. Nézzük meg. Ki ne horgásszon magam. Ú, de szép, nézd. Zebra csíkos. Azt mondd el nekem, hogy ez most piránya vagy nem? Ez most piránya vagy nem piránya? Nincs piránya szerintem itt. Akkor az mi? Nézd azt. Új. És az akkor mi? Na azt mondd meg nekem, hogy az száv. De a piránya miért nincsenek rajba? Itt van, nem nézd már körül. Na az más. Na menjünk tovább. Olyat szeretnék otthonra. És Csongi, te mit mondtál, hogy örökbe lehet fogadni cápát, vagy az, hogy... Hát,
cápát azért Minecraft nem én valami hall. Ilyen exotikusabbra gondoltam. A cápánál hova akarsz exotikusabban? Az a lényege, hogy keresünk egy instaposztot, amiben mindig a négyen benne kell legyünk. Igen. És kapunk egy olyan táblát, ami arra szolgál, hogy az az állat innentől a miénk. Csak azt nem szeretném elárulni, milyen állat, mert akkor nem lenne. De már kiválasztottad. Vicces. És elneveszhetjük? Aha, úgyhogy ti nem választhatok. Az ennyi volt. Ha nem cápa lesz nekem, nem kell kösz. Nem cápa lesz. Nem áll. Valami szőrös és nem annyira... De biztos valami jót cica. Talált ki. Hát cica. Keresztülők leszünk. Téha akarod, a cápa is lehet szőrös. Nem. Csak úgy kell nézni. Plüskabát. Ráragasztom a szőrös. Ó, meg. Gyertek utána! Srácok! Jó! Ez... Ó, meg. Mondjuk ez úgy nem vicces. Ezt nem kellett volna. Úgy, mondjuk úgy mennyi esélye volt? Életemben először látom azt az arcodat, amit még soha nem láttam, ezt a... Szégyenled magad. Hát igen. Mert ez nem egy anyukától 10.000 forintot, hanem ez egy Ferrari haver. Mond ki, Ferrari. Ferrari, ja. Várjál, most hazavihetjük, hogy nem vihetjük haza? Nem vihetjük. Vigyük haza. Várjál. Táblát fog kapni, és kint vagyunk. Valószínűleg egy... Cápa. Igen. Vaddisznó. Jaj, nézze, cuki, ott vannak az elefántok. Úristen. Milyen nagyok? De nem az a fura, hogy nagy, hanem hogy szőrös. Mert ez miért fura? Minden állat szőrös. De az elefánt nem szőrös. A tévében láttál már szőrös elefántot? Hát ennek a háta meg mindene szőrös. Jaj, vakarózik! Nézd, de így. Nem, nem vakarózik, amikor unatkoznak, vagy nem tudják, hogy miért csinálják szegények, de összekötik az unatkozással. Karol a természettudós. Én sok dolgot tudok, úgyhogy a kérdésednek van. A csikóhalak... Hány petét löknek ki magukból, vagy mi? Azt tudom, hogy a férfi löki ki náluk, de nem, nem tudom, mert nincs náluk férfi, meg nő. Menjünk számára. De nem, van hím, és nőstény is náluk. Hogy hívják azt, amikor minden, ez a egyben nem, volt? Nem, férfik, nem, a hímek hordják ki. Nem, az a bíka. Nem. A csikó alak férfi, meg nők egyben. Fogadjunk. És de, egymással de, tudnak. Fogadjunk, de sokba fogadják. Egymással tudnak. De minden, nem is lenne szabad fogadják biztosra. Beporozzák a virágokat, jó, tudod? Mondom, ezt nem tudni, Karola, hogy mit esznek a törpe pandák, vagy mi. Kicsi pandák. Nagyon kicsi. De így álltak, tudod, te soha nincs egy apró cikireket. Szevasz! Szia! Szevasz! Jaj, de cuki! Mi a helyzet? A békroszt. Nagyon fázik a lábam, és nem értem, hogy Dominik miért van mindig mellettem. Mert szeretlek. Ja? Normálisak vagytok? Srácok, már 100-ig számoltam, úgyhogy nagyon finom leszek. Mi a kúpanyátokat csináltok? Ki engedte meg? Hogy vetted hozzá a bátorságot? Csak úgy? Beültetek és benne találtatok a kulcsot? Ott volt fenn a kis pulton. Attila, most mit csinálunk? Most ez mi legyen? Vágjon pofát. A ebből gondolom nem a pontyoknál vagyunk. Ezek oroszlánok, csak nem meg itt az ajtó is. Hallod? Oké, várjál, menj csak előtt itt. Okay. Igen, nem a hang érdekel, hanem a bűz. Egyenlőre csak a bűzt érzem, igen, Karolánál vagyunk. Még van egy ajtó. Erre vigyázzatok, mert most meg fog érinteni valamit teket. Vagy valamit. Micsoda? Úristen, nem látok semmit. Gyertek, gyertek, gyertek. Júj, ne! Látom a bogyókat. Vegyétek le, itt vagyunk. Szevasz! Édes Istenem! Ide hoztalak. Csongi! Nem szeretek. Már mint, hogy... Cuki, de miért? Kaja! Nincs kaja nálad? Give me. Nincs. Kell szerezzünk. Nem tetszik? Tényleg, úgy látom, hogy sokkal különlegesebb, mint egy cápa, igazad van. Egy kecskét fogadtál örökbe? Azi,
az 500 000, nem 500 ezer feliratkozóddal, te el tudtál intézni egy kecskét. Aha, látod? Megéri videózni. És gyere, innen fel a családtagunkat. Mondjuk, hasonlít a színetek. Szeressetek már! Jaj, nézd! Úristen! Ők lennek! Kom hír! Ők lennek! Szabó! Ne félj! Nyugalom! Domi, neked legalább tetszik, nyugalom. Ugye? Nyugalom! Tesó, mondd, hogy tetszik, kérlek! Tetszik, de nézd nem meg egy... mennyire ellenem szerintem vannak. Ti költözzetek ide! Ijesztetted a kecskémet! Nálam nincs! Mi a helyzet? Új kabát, kösz! Ögyör! Jó van! Kösz szépen! De jó fej vagy, te főleg! Gyertek már ide, csináljunk egy közös képet! Őt szeretnénk, Csongi! Nézd meg! Persze, hogy a lányok állnak a képet! Hallod? Igen! Nekem több követően van, én kéne csinálni! De ők nyalogattak, ő meg nem! Gyere ide! Gyere oda, Viri! Nyalogat! Jó! Nagyon jó! Dagadék! Nem is dagadék, csak kiállít. Nem. Nem, tényleg nem. Csak nagy a has. Nem, csak csini. Hogy mondják ezt? Divatosan. Divatosan dundi. Úgy el kell roncsom a napotokat. Mi? Még egyszer? Igazából én ezt csak egy viccnek mondtam. Én most vittelek volna titeket az oroszlánhoz. Nem, de... Csongi! Nem, hogy oroszlán, mert annyira kivattatok akadva, hogy hát de hát ez egy kecske. De most igen, már de... ő tetszik nekünk, és őt szeretnénk. Isten, veletek annyi baj van amúgy, tehát nem ér, mindegy, megpróbálom elintézni, az oroszlán meg lehet így simogatni? Fog meg, léci. Akadt egy kis probléma. A srácotok megtettettek a kecskék, mert... Igen, tudom, nem ez volt lebeszélve, de az a probléma, hogy én vízből bevittem a kecskékhez, és most nem akarnak az oroszlánhoz menni. Igen, elnézést kérek, de... Kiszállás. Mind a kettő. Remélem, jó erőben vagytok. Beülök az autóba, ti meg toljátok. Lehet tolni egy Ferrari? Hát én nem tudom. Nagyon hazatoljuk. Nagyon messze. Milyen zenét akartok közben hallgatni, köcsökök? Mindegy. Szuper. Hagyjad már ezt, mert hogy toljuk haza? Toljuk meg. Milyen vagy van? Én be vagyok. Na, szakadok. Megérte? Üresben van egyáltalán? Jézus szép, te felengedte, nézd meg. Akkor szóljál. Te felengedte. Hát akkor mehet, fiú. Meg ne horpazd a hátsó izét, meg kéne elfizetni. Basztok. Mi fék ez? Ez tök jó. Fussunk kicsit. Toljad lelkesebben, hát oda adj egy körre ténylegesen. Nagyon messze van.